A magyar kormány még múlt héten jelentette be, hogy hazánkban is megjelent a COVID-19 nevű fertőzés. Azóta már több a lakosság védelmét biztosító intézkedés napvilágot látott, így például biztossá vált az is, hogy idén nem rendezik meg a március 15-i központi ünnepséget sem. A járvány elsősorban zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni és súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Ennek megakadályozására az országos tiszti főorvos látogatási tilalmat rendelte el Magyarország valamennyi fekvőbetegellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében. Ez egy külön felkészülést jelent számunkra is, hisz a látogatásoknak a szabályozottsága, a betegeknek azért a bejutását biztosítanunk kell. Én ezúttal is kérek mindenkit, minden, hogy mondjam, hozzátartozót, illetve beteget is, hogy értsék meg, ez az ő érdekükben van tulajdonképpen ez a rendelkezés meghozva. Itt természetesen mindenkinek az egyéni felelősségére is szoktunk hivatkozni, hisz ha mégis bejön, mégis be kell neki jönni, akkor akár, hát hogy mondjam, fokozott kézmosás, tehát fokozott higiénés viszonyokat tartsák be. A nyíregyházi kórházban eddig mindössze 12 gyanús esettel találkoztak. Őket laboratóriumi kivizsgálásnak vetették alá, koronavírust ugyanakkor egyiküknél sem állapítottak meg. A látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, például a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást. Ilyenkor azonban a szolgáltató köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak. Az egészségügyi intézményben mi gyógyítunk, tehát már aki bejön ide, azt nekünk el kell látnunk. Tehát itt azért nekünk is a dolgozóinknak a védelme kapcsán is gondolnunk kell arra, hogy egyéni védőfelszerelésekkel ellátjuk őket. Ezt oda az is mindenki saját magának is beszerezheti, hogyha úgy van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szeretnék semmiféle pánikot kelteni. A intézmény, a kórház áll a saját helyén, és megtesz minden olyan intézkedést, ami a megelőzéshez vezethet. Ez a betegellátás érdeke. Hazánkban eddig 9 új koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 5 iráni, 1 brit és 3 magyar állampolgár, 67 ember pedig jelenleg is karanténban tartanak fertőzés gyanújával. Világszerte már több mint 110 ezer embert ért el a járvány, a gyógyultak száma megközelítőleg 62 ezer fő, az elhunytaké pedig 3825 fő a hétfő déli adatok alapján.